Nem időpont vagy időszak a karácsony, hanem lelki állapot. Békességben, jó akaratúan és könyörületesen élni. Ez a karácsony igazi szelleme. Szeretettel köszöntjük kedves közönségünket a Kossuth Lajos Általános Iskola karácsonyi hangversenyén. A 2015-ös év végén méltó módon muzsikával búcsúztatjuk az évet. Ismét elmúlt egy tartalmas munkával eltöltött esztendő. Boldogok vagyunk, hogy diákjainkkal együtt megörvendeztethetjük Önöket a mai napon. Felkérem Tarr Anikó intézményvezető asszonyt, hogy köszöntőjével nyissa meg a hangversenyt. Addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés ezen a földön, amíg az emberi cselekvés legfőbb mozgató ereje nem a szeretet. Mert a szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás ezen a világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat, igazsággá az igazságtalanságot, béngességgé a háborúságot, és szabadsággá a rabságot. És a karácsony célja az, hogy erre emlékeztessen. Tisztelt képviselőasszony, igazgatóasszony urak, kedves jelenlegi és egykori munkatársaink, tanítványaink, kedves szülők, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Vas Albert karácsonyi gondolataival köszöntöm Önöket advent örömvasárnapját megelőzően, a készülődés, a várakozás felfokozott, reménytelien boldogságos perceiben, az ünnepi díszben öltözött tornatermőben, iskolán kórusainak karácsonyi koncertjén. Kedves vendégeim! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és együtt ünnepelhetünk a várakozás időszakában. 1986 óta minden évben, amikor kórusaink csodálatos karácsonyi koncerttel ajándékozzák meg a művészeti nevelés önzetlenül támogatókat, nagy öröm számunkra, hogy ennyien látogatják a hangversenyünket. A szívünk díszbe, tornatermők ünneplőbe öltözött és hangversenyteremmé változott. Ünneplőbe öltöztek városunk utcái, mindenhol karácsonyi fényekkel találkozunk. Sokszor, sok helyen felhangzik ezekben a napokban, hogy vajon mi lehet a karácsony titka. A karácsonyi hangulat megváltoztatja a környezetünket, és ilyenkor mi magunk is megváltozunk. A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti szeretetre. Kedves szóval, mosolyjal és a közelgő új esztendőre szóló jó kívánságokkal közeledünk egymáshoz. Így érhetjük csak át az igazi csodát, amire a szeretet teszi képessé az ember. Minden közösség életében fontos szerepet kapnak az ünnepek. Kiki a maga módján ünnepel, másként éli meg ezeket a napokat, mint a hétköznapokat. A karácsony közeledik, mindannyiunkat örömteli várakozást tölt el. Várjuk az ünnepélyes szép estét, a tündöklő fát, a gondtalan együttlétet, az ajándékokat. De mindenkinek szüksége van a szeretet ajándékára is, mert a szeretet nélkül még a boldogságunkat sem találjuk meg. Szent estén, majd az azt követő napok alkalmat adnak arra, hogy kicsit megálljunk, a rohanó zajos világ helyett a csöndet, a meghittséget éljük meg. Nem hiába írják a költők, hogy karácsonykor még az óra is lassabban jár, és csöndesebbé válik minden egyébként zajos cselekvésünk. A családi karácsony meghitt hangulatát, illatát hozta el közé, az előttünk magasodó fenyő, mely sok-sok éven keresztül nevelkedett Nagy Pál Ferencék kertjében. Most az ünnepvárás estén eljött hozzánk, hogy szépségével életöltesse, és átélje a zene varázsát, a kórus éneklés csodáját, hiszen ahogyan Kodály Zoltán mondta, a zene az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kedves vendégeim, 1982 óta több mint három évtizede kórusaink meghatározó szerepet töltenek be városunk kulturális életében.
Nagy sikerrel képviselik a magyar zenekultúra értékeit hazai és külföldi koncerteken, meg annyi rangos elismerésben részesültek. A kórus éneklés hagyományát, mely a Kossuth iskola egyik meghatározója, tovább viszik azok a lelkes, énekelni szerető kisdiákok, akik az idegen nyelvi képzés mellett a közös éneklés feledhetetlen élményével is szeretnének gazdagabbá válni. A jelenlegi diákok mellett nagy szeretettel köszöntöm egykori tanítványainkat, akik a Vivace Kamara kórus tagjai. Számukra az Alma Materben töltött évek alatt életük meghatározó részévé vált a kórus éneklés. A mai szeretett koncerten önök előtt fellépő kórusok, a Harangvirág, a Napraforgó és a Vivace Kamara kórus tagjai, iskolánk jelenlegi és egykori diákjai feledhetetlen zenei játékokkal készültek. Megköszönöm a kórustagok és karnagyaik odaadó, kitartó, fáradtságot nem ismerő munkáját. Kedves szülők! Megköszönöm az önök támogatását, együttműködését, melyel hozzájárulnak iskolánk művészeti neveléséhez. Tisztelt ünneplő közösség! A szülői ház támogatása mellett kórusaink céljait, programjaink megvalósulását a Mezőtúri járási tankerület, Mezőtúrváros önkormányzata és iskolánk művészeti nevelését alapítványának kuratóriuma is segíti. Köszönet érte! Kedves vendégeim! A szeretett koncert átszellemült hangulata kísérje önöket advent hátralévő napjaiban. Kívánom mindannyiuknak, hogy az ünnepváró gyertyák fényében meglássuk azt, amit eddig nem vettünk észre. Kísérjen el ez a világosság utunkon, és ne veszten ki belőlünk az örömadásának és befogadásának képessége az elkövetkezendő évek során sem. Kívánom mindannyiunknak, hogy a szeretet és a békesség tegye szépé ünnepünket, és hogy mindenki tölthessen több időt szeretteivel, mint az év más időszakában. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő segítsen mindenkit igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi, lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, és kívánok mindenkinek valamennyi álmokat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog új esztendő. A színpadon iskolán Harangvirág kórusa, mely harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályos két tannyelvű, illetve általános képzésben résztvevő tanulókból áll. Műsoruk: Bárdos Lajos, Oltárodhoz jöttem én. Bárdos Lajos, gyertek Jézus hívei. Szólót énekel Barna Blanka, zongorán kísér Berceli Endre, vezénye Csurgó Erzsébet.
Következik Várnai Ferenc, itt van újra a karácsony ünnepe, angol karácsonyi ének. Tömösközi Kata, Seregi Zseni, Ballaréka, Berec Barbara, Berec Viktória, Szabó Lőrinc, Jóni Vivien, Dankó Andor és Papp Karina. Never.
befejezéseként kérem hallgassák meg a Karácsony ünnepén című népszerű dalt. A kórus vezényli Csurgó Erzsébet. Ismét szeretettel köszöntjük hangversenyünkön a Vivace Kamara Kórust. Köszönjük, hogy megtisztelik műsorukkal mai hangversenyünket. A Kamara Kórus 2015-ös évben elért legfontosabb eredménye a június végén megrendezett keszthelyi dalünnep volt, ahonnan aranyminősítéssel tértek haza. Mai műsorunk Saint-Saëns, Dicsérlek Istenem, Karai, Esti Ima, Praetorius, Es ist ein Rosensprungel, Praetorius, Im Hála oltár lángja gyúl, ismeretlen szerző, Alta Trinita Beata, John Wayne, Adeste Fidelis, Howard Shaw, May it be, ismeretlen szerző, Dona Nobis Pace. A kórust vezeti a Csigerné Csizi Madonna.
Oh,
este, és esik. Gyermekként sírva csorog az ereszt, s halk szél, mint altatódal az anyák ajkán halkan neszed. Ringa csodás bölcső, a gyermek sír, ki ma született, s Mária dalolja altatódalát a csillagszemű fia felett. Színpadon iskolánk napraforgó kórusa. Kérem, hallgassák meg előadásokat, Harold Allen Harbour, Over the Rainbow, az Óz a nagy varázsló című betét dalának feldolgozását. A szólót éneklik Lázár Blanka, Lázár Flóra, Tóth Kata, Tömösközi Panna, Szokolai Zsófi, Rivasz Martin, Szebenyi Kristóf, Kovács Mihály, Uprin Vivien és Bíró Ádám. Zongorán kísér Gál Bertalan, vezényel Csiderni Csízi Mandolna. Thank you.
karácsonyi dalokból készült összeállítás következik. Grillus Vilmos, Száncsengő, Pintér József, Betlehem, Üdvözlégy kis Jézuska, Karácsony este. Harangon közreműködik Pap Bence, Tikván, Rivasz Martin. Thank you.
befejező műsorszámai következnek. Lassus in pace, Vodnánszki Rorándó Czőri, Leodőri Gloria, zongorán kísér Kár Bertalan, vezényegységet egy csizimata.
területi igazgató úr egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni a rendezvényen. Ezután kíván mindenkinek békés karácsonyt és örömökben gazdag új esztendőt. Gratulál a Kossuth iskola kiváló eredményeihez, és további sok sikert kíván pedagógusoknak és diákoknak egyaránt. A mai rendezvény kapcsán külön köszöni Taranikó igazgatónő és a két karnagy, Csurgó Erzsébet és Csiderné Csízi Magdolna munkáját. A tankerület ajándékait Kozák Zsolt intézményvezető adja át. Mezőtúrváros önkormányzatának köszönetét Patkós Éva képviselő asszony hozta. Kedves diákok, kedves tanárok, kedves vendégeink! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Herceg Zsolt polgármester úr, Pattatlan Viktor alpolgármester úr nevében is, és önkormányzatunk nevében is. Nagyon-nagyon sok szeretettel jövünk ide mindig, hiszen a zene szárnyán elvisztek bennünket olyan csodálatos tájokra, amit érdemes megismerni és érdemes érezni. Köszönjük szépen mind a gyerekeknek, mind a felkészítő tanároknak és az iskola igazgatójának azt, hogy ilyen csodálatos szép estét varázsoltak ide karácsony elé. És köszönjük azt is, hogy itt lehetünk és hallgathatjuk ezeket a csodálatos zenéket. Művészet alázata jelenik meg a gyerekek előadásában, és azt kívánjuk nekik, hogy legyenek olyan sikeresek, mint az elődeik, és azt kívánjuk nekik, hogy az elkövetkezendőben is az, amit elgondolnak, mindig sikeres legyen. Kedves igazgató azt, hogy engedje meg, hogy átadjon az ajándékot. Mielőtt átadnánk Önöknek koncertünk utolsó hangjait, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik nélkül ez a hangverseny nem jöhetett volna létre. A katasztrófa védelem dolgozóinak, az intézményellátó és ingatlan kezelő kiemelten közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetőjének és munkatársainak, a mezőtúri tankerületi igazgatónak és munkatársainak, Mezőtúri Közművelődési és Sport Kft. Ügyvezetőjének és munkatársainak, iskolán nevelő testületének és pedagógiai munkát segítő valamennyi dolgozónak, zongora kísérőinknek, Berceli Endrének és Gál Bertalannak, a Vivace Kamara kórusnak, a Harangvirág és a Napraforgó kórusoknak és karnagyaiknak, Csurgó Erzsébetnek és Csiderné Csízi Magdolnának. John Lennon dalával kívánunk mindnyájuknak szép meghitt ünnepet. John Lennon,
So this is Christmas.